A siker titka elnevezésű TDK orientációs délután keretében adták át a Bejci Antal robotverseny díjait. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kara idén is meghirdette a robotprogramozó versenyt a középiskolások számára. Csapatverseny, háromfős csapatokkal kell indulni, és a megkapott a diákoknál levő robotkészletből kell különböző érdekes megoldásokat fölépíteni és leprogramozni a versenyzőknek, de nem elég ez, hogy érdekes robot megoldás. Sokat kell leprogramozni, hanem ezt még egy videófilmbe be is kell tudni mutatni a résztvevőknek. Az idei megmérettetésen 7 csapat indult el, amelyből 6 teljesítette a feladatokat. A háromtagú zsűri különféle szempontok szerint értékelte az alkotásokat, megoldásokat. Az értékelésnél figyelembe vesszük elsősorban a kreativitási képességeket, másodszorban pedig azt is figyeljük, hogy az elkészült videó, amit fel kell tölteniük a YouTube felületére, azok hogyan vannak összeállítva, mennyire tudják eladni saját magukat, azt a munkát, amit készítettek, tehát nem csak a robotprogramozás, természetesen főként az, hanem másodszorban az is, hogy amit bemutatnak terméket, az elkészült termék az hogy fog kinézni. Ezt a robotot a nyertes csapata a Hunyadi Mátyás Technikum diákjai készítették el és programozták be 3 hét alatt. A 10. osztályosok már nem első alkalommal vettek részt a versenyen. A második feladat volt, amiben a papírt kellett elvágni, és ezt mi úgy oldottuk meg, hogy vagy érzékeli, hogy hol van pirossal megjelölve a papír, és ott vágja el, vagy pedig előre be lehetett állítani, hogy hány centiméter nagyságú papírdarabot vágjon le. A Bejci Antal robotversenyen második lett a Vörös Marti Mihály Technikum csapata, a 3. helyezést a Széchenyi István Műszaki Technikum diákjai érték el.